Sziasztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt az Aircraft egy újabb része. És hát ahogy ígértem, gyerünk bányászni ebben a részben. Gondolkoztam, hogy vagy itt, ahol már ugye egyszer elkezdtünk bányászni, itt bányászunk, vagy ott, amit láttunk, hát lent tudjátok, a dungeonben van egy ilyen félig meddig megkezdett bánya. Ott bányászunk, de én úgy gondoltam, hogy szerintem ott lenne érdemesebb, úgyhogy viszek magammal követ, csak azért, hogy tudjunk egy kicsit előrébb építkezni. Ha valaki nem tudná pontosan, miről beszélek, akkor itt mindjárt látni fogjátok. Itt úgy... Már mennyiszer elmondtam, hogy gyűrölöm ezt a modpacket. Szóval... Ez így egy erős kezdésnek betudható. Szóval itt ahogy bejövünk a bányába. És elmegyünk. Ugye itt jobbra, itt van egy ilyen bányarész. Ittni. Ahol szerintem érdemes lenne elkezdeni bányászni. És én ezt is fogom tenni, valami már hörög a nyakunkba, úgyhogy én ennek nem örülök. Hát, hogy gyorsabbik utat fogom választani ebből. Majd maximum haza jutunk valahogy, ahogy tudunk. Oké, ez végül is annyira nem is volt vészes. Tehát itt legalább melegünk nincs. Azért az elmondható. Szedjünk szenet meg minden jót. A megint te. Anyádnak a... Hagyd nem mondjam miért. Kap be. Elnézést. Csak a szokásos. Ugye? Bár. Oké, okay. Még mindig nem értem rá, hogy egyébként mi az előjel ennek, hogy ez megidéződik, bár a kommentekből olvasva nincs különösebb előjele. De így legalább elmegy a kedvem attól, hogy szenet bányászunk. Remélem ugyanilyen van vasból is, meg mit tudom én. Nézzem, végig egyébként a dungeon alatt vagyunk. Érek szerint. Remélem nem fog a dungeonből valami a nyakunkba hullani. Bár hát egyébként miért is ne. Ott van olyan live kristály, ami nekünk kell. Ennél bénább ugrás szerintem még senki nem látott a világon. Szóval itt van live kristály. Ugye ez az kell, hogy plusz HP-nk legyen. Hello there. Mizu. Ez nekünk nagyon fontos. Így van, ez hurt kristály, vagy hurt kristály, vagy nem tudom, melyek mondjam. Okay. Közben kellene nekünk a defense-re vagy a mining-re nyomni. Megyek inkább az attack-ra. Nem, akkor megyek a defense-re. Mondom, a defense-re. Így. Azt mondta, hogy most meg már fázunk. Nem hiszem el. Jó, tehát van 3 darab life kristályunk. Ez kezdetnek nem rossz. Ugye minél többet szerzünk, annál több szívünk lesz. Amiből tudunk gazdálkodni. Nem tudom, hogy a fejünkre... Ó, oh. Hát erre nem számítottam, hogy ennyire kevés a fejünkben lévő HP, az azt jelenti, hogy egy darab lövés vagyunk egy csontváznak, ami abszolút nem. Amúgy fázok egyébként. Belebújjak a torcsba, az segít, hogy felgyulladunk attól is. Nem gondoltam volna, hogy fázni fogok a bányába, de végül is az, hogy gyémánt. Kicsit összeszeretlen vagyok, ez egy a negyedik részre már, amikor egy húz... Oké, ez meg már túl van, nem? Szóval ez a negyedik része, amikor már ugye egy húzomba veszem fel a 4 részt. Plusz még vannak benne ilyen jóságok is, mint amikor meghalunk a semmi közepén, és meg kell találni, hogy hol lakunk. Szóval ez így egyben mindennel. Én komolyan így elszoktam. Elszoktam fáradni így a részek végére, ezért elnézést. De így jön ki csak a hét normálisan, úgyhogy minden második nap van videó. Itt volt valahol a gyémánt. Csak ilyen jóságok vannak itt, mint ez a betes barátunk. Okay. Szóval úgy kellene megoldani, ahogy a gyémántok is. Szóval igen, valahogy így kell megoldanunk. Vagy nem találkozunk vele, de szerzünk gyémántot. Haló?
Hogy lehetne okosabban. Ajaj. Ez a baj, ha nagyon... nagyon látszódunk, akkor nagyon hamar megtalál minket. Így, talán. Na, azt végül is szerintem egész ügyesen megoldottuk. A probléma az az, hogy innen ki kéne mennem, viszont valami nagyon furcsa lény már idekint támad minket. És egy HP van a fejünkbe. És lehet, hogy én itt elindulok felfele. Szépen. Remélve, hogy valami olyan helyre jutunk ki a felszínen, ami nem bánt minket, és nem a dungeon közepére fogok most jelenleg beszpónolni. Na nézzétek, arany. Vagy ez a... egyébként... azon gondolkozok, hogy nem is kell feltétlenül normális lépcsőszerűen ásnom, mert hogy fel tudunk így ugrálni szépen. Ez a felfelásással az a probléma, hogyha olyan helyre sikerül felásnom, ahogy az ábra is mutatja, ahova nem szeretne kerülni az ember, akkor ilyen dolgok történhetnek velem, mint hogy a nyakába hullik egy pár olyan mob, amivel életében soha nem akart találkozni. Oké, itt van life kristály. Basszus. Oké, haltunk valószínűleg. Oké, ez not good, not good, not good, not good. Oké. Most kéne okosnak lennem. Most légy okos. Valahogy úgy kellene a felszínre jutnunk, miközben nem jutunk be a dungeonben. És közben nem öl meg minket ez a mob. Nem is tudom, hogy ez egyébként kivitelezhető valahogy. Ez sem az a hely, amit keresek. Ú, srácok, azért ez így elég necces. Tehát így, hogy egy fej, tehát egy szív van a fejünkbe, és nincsen ugye healünk, mert hogy nem tudunk csinálni healt jelenleg. És most még a karakterem úgy is döntött, hogy megfagy. Köszi. Szóval így eléggé meg vagyunk lőve. Még mindig nem az a hely, amit keresek. Ide is követsz olyan? A gyerek szerint igen. Nem jó? Na gyere! Oh-oh. Inkább ne gyere, jó? Maradj ott. Aja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 j
Így akár működhet is. Jó. Ez most... Ne. Ki. Nem szeretem ezt a modpacket. Nem szeretem ezt a modpacket. Jó, vissza. Na hát, vagyunk. Aki közben majdnem betörte valaki az ajtónkat, ez varázslatos. Szóval, ha valaki, bárki is gondolta arra, hogy miért rossz ötlet, eltört. Vagy nem. Elhagytuk a csákányunkat valahol. Szóval, hogy miért rossz ötlet bányászni a játékban, akkor a választ láthatta az imént. Vagy ebben a játékban alapvetően semmi nem egyszerű. Oké, legalább figyeljetek, nézzük a jó oldalát, ez micsoda. Nézzük a jó oldalát, tehát az XP-nket elbuktuk. Ez nyilván a jó oldala. Plusz nem kell arra, azzal foglalkoznunk, hogy a fejünkben csak egy HP van, mert már nincs. Cserébe fullosak vagyunk. Látjátok? Ennyi az egész. Van life kristályunk, valahol az imént beraktam, mindez a 2 darab, plusz az a 3 darab, jó, ez még édes kevés. Szóval life kristályokat kellene szereznünk továbbra is, és ahogy nézem, mindjárt felgyulladunk ismét.
Szóval a jó hír az az, hogy van egy másik lejáratunk most már a bányába. A rossz hír az az, hogy az sem sokkal barátságosabb hely, mint ahol az imént voltunk. És ja, valahol van egy lyuk. Valahol van egy lyuk a bánya és a dungeon között, ezért spawnolnak be folyamatosan ezek a nagyon furcsa és egyáltalán nem barátságos lények. Szóval amit szeretnék, az, hogy legyen egy stickem valahonnan. Tényleg rendet kell itt vágnunk, mert semmit nem lehet megtalálni. Stick, köszönöm. Silver, diamond pickaxe, ez 16-os kell. És csak 14-es a miningünk. Most már nem emlékszem, hogy miért kellett volna arra gyűjteni. Na mindegy. Ami nekem kell, az vas. És így. Ide be. Nem az előbb akartam kiégetni azt? Valami megzavart. Jó. Marble Rock jelenleg nekem nem kell, ez sem kell. Mindegy, ez így meg vagyunk. Ez így itt. Ezt a találnék arra volt. Mindezt a három darabot. Nem mondod, hogy ennyi van összesen. Húzzatok innen el a vérbe, köszi. Na, van 39 darab nyilunk. Meg van egy faszok is íjunk, úgyhogy gondom lesz. Szóval van két bejáratunk. Az egyik az a kút mellett van. Lehet, hogy pont a kút mellett sikerült kijönnöm. A kút azt hiszem erre van. Szóval értitek. Van egy nem annyira rossz, de nem is a legbarátságosabb lejáratunk a bányába. Annyi, hogy nagyjából elfalaszgattam magunkat, ahogy jöttem felfele, úgyhogy talán így legalább fél útig túlélhető a szituáció. Ez egy másik kérdés, hogy elvesztettem volna a kutat. Hol a kút? Azaz, itt van. Itt lesz a fantasztikus lejáratunk. Valahol. Itt. Felkészítettem volna mondjuk, hogy ne spóloljanak vissza a lények, de mindegy. Nekem az volt csak az opció, hogy kijöjjek mi hamarabb a bányából. Szóval, ugye a life kristályra lenne szükségünk továbbra is. Vagyis hát erre a szív, mit tudom én, kvarcra, aminek hívják. De lényegen nem változtam. Úgyhogy most azért megpróbálok visszamenni. Mert most csak az volt a fő opcióm, hogy azt a pár diamondot, ami nálam van, azt kihozzam. És nem az, hogy tisztogassunk. Szeret, azt hanyagolom. Ez a majdszer megjártuk. Kétszer. Actually. Úgyhogy én a szenet az békén hagyom. Itt van ugye a bánya rész. Itt pedig a... valami, ami kiszökött a dungeonből ma megint. Vagy alapvetően ide spawnol, nem tudom. De egyáltalán nem barátságos. Hello my friend. Jó lenne, valahogy úgy tudnám megütni, hogy te nem. Várjátok, csak nem is kell, hogy meg is sem. Nem sokat sebzek mondjuk. Legalább és nem tud megsebezni, de igazából mindegy. És valami negatív buffot is adott. Fantasztikus. Remélem sok XP jár a fejedért. Igen. Nézzük csak. Hát nem. Amúgy. És hát mihez képest? Másfél szint. Na, téged utálok a legjobban. Mi? Jó, tudjátok mit? A következő részben visszaszerezzük a cuccainkat. Én ezt nem bírom tovább idegekkel. Legyen szép napotok. Köszönöm a figyelmet.
Ez nem. Ez már nekem már ez a sokadik halál, ez nekem bőven elég volt, köszönöm, úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a rész, ha tetszett, akkor like, subscribe-olj, a következő részben találkozunk, de nekem ez újra lelki erőt kell gyűjtenem, hogy én leüljek ide játszani, mert ez már megint egy nagyon-nagyon unfair dolog volt szerintem, mert az, hogy átjön a falon az a cucli, ami leszívta a HP-nkat, az nekem bőven elég volt, úgyhogy legyetek jók, sziasztok!